Ennek a bornak legalább lelke van. Nem úgy, mint az emberek. Azok a magyarok, akik a hazát vérre mentik, vérrel óta a hazát. Nehéz feladat elé állítja magát az, aki vitatott, legalábbis nem teljesen tisztázott történelmi esemény köré akar előadást építeni. Kaszás Géza irodalmi estje Trianonról, illetve annak érzelmi következményeiről szólt. Tavaly két ünnep között, tehát december 29-én volt egy Trianon konferenciás művészeti napok, és megkértek, hogy készítsek egy műsort, egy egyórás műsort. Ezt valóban elkészítettem, és ennek a vártnál nagyobb sikere volt, nagyon sok néző volt, és tényleg megérintette a nézőket ez a műsor. És akkor innen merítettem a bátorságot, hogy az NKA-nál pályáztam, és támogatást kaptam arra, hogy ezzel a műsorral akkor járhatom az országot a továbbiakban, úgyhogy bevállaltam egy csomó előadást, és a legnagyobb örömömre ezeket meg is tudom tartani még ezekben a vészterhes időkben is. Határon túli területekre is elmegyek, tehát most Losoncon lett volna előadás, ami ugye Szlovákia nem áll még olyan jó sem, mint mi, járványügyi szempontok szerint, tehát ott most minden rendezvényt lemondtak, ott mindent bezárnak, tehát ott ez most nem fog működni, de abban a pillanatban, hogyha ott is rendeződnek a viszonyok, akkor megyek oda is. De pajtás! Tértem vissza kisváltatva a kényes témára, na arra, hogy lehet, mégis csak furcsa nekem ez a csíktábori dolog, nagyon furcsa. Ezek kizárólag novellák és versek. Csak klasszikusok vannak. Tehát igazából szerintem a téma fontossága és a gondolat fűzi össze ezeket. Van ennek egyfajta építkezése, egy kicsit azért személyes viszonyom ezzel a Trianonnal kapcsolatban, az megjelenik. Tehát ezt szerint válogattam össze a verseket és novellákat egy kicsit, részemről személyes vallomás is egyben, de ezt igazából az nem tudja, aki nem ismer. Szerintem senki nem tudja magyarul. Itt most nem én szerettem volna a magam írásaival megjelenni, hanem Babicsot idézem, Arany Jánostól szavalok, Aditól szavalok, Zilahitól mondok verset, Kós Károlynak van a kiáltó szava, ami szintén elhangzik, és Karintitól. Ez egy egyórás műsor, és hát eddig legalábbis akik ezt végigülték, átélték, azok volt olyan műsorról sokan sírtak például, tehát annyira képesek voltak átélni ezt a tragédiát. Nem tudom róla levenni a tekintetemet. Olyan borzadállyal nézek rá, mint valami kísértetre. 10 év alatt nagyon megőszült, megsoványodott. Borotválatlan állán deres szakát ütközik. Piszkos puhaink van rajta nyakkendő nélkül. Leteszi a tányérokat, poharakat, látom, amint csuklójával törli le homlokáról az izzadságot. 8-10 kiáltanak felé, ő anélkül kiált vissza, hogy hátrafordulnak. Hazam, hazam, hazam kérem, hazam uraim! Azt mondja a tanító. 2 éve szolgálván itt az öreg. Mindjárt adhatta a hivatalát, mert nem akart olá lenni. A már több mint 10 előadást megélt sorozat tapasztalatai azt mutatják, hogy olykor még az idősebb korosztály tagjai sincsenek teljesen tisztában a történettel. Az én generációmnál is ez nagyon nagy probléma volt, hogy nem tanultunk róla az iskolában. Ha az én szüleim erről nem beszélnek, vagy a szüleim társaság ezt nem említi, akkor igazából nagyon hiányosak lettek volna az ismereteim korábban, és ez nagyon nagy baj. Hát ez egy borzasztó tragédiája ennek az országnak, amit trianoni békediktátummal elértek, tehát az a rengeteg magyar, akit elszakítottak tőlünk, az a rengeteg család, akit széttéptek, azok a területek, amiket elszakítottak Magyarországtól, ez borzalmas nagy kár. Tehát a történelem Magyarország az nem véletlen alakult úgy, ahogy alakult, és ezt egy cinikus, gonosz, nem is tudok, tehát borzalmas szavakat tudnék mondani erre, hatalmak, ez sajnos tönkretették. De nem tudták egészen tönkretenni, és nem fogják tönkretenni. Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi istennek.
aki oltalmazott mindezidáig, és akit mi is megvédelmeztünk magunknak. Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét, és egy szilánkot, egy keresztre feszített ország keresztjévő. Óriási felelősség és küldetéstudat kell ahhoz, hogy ezt a hangulatot és korszakot a fiatalabb korosztály számára is bemutassák. Ezt is zászlajára kívánja tűzni az előadás. Tudniuk kell. Nem csak azért, mert ez a történelem órákon ennek meg kell jelenni, hanem azért is, mert ez az ő szüleik, az ő rokonaik, azok családjaik, stb. Az életünk része, a mi életünk része, ennek az országnak a része. Tehát végig gondolni azt, hogy a vonat már nem tudja hozni a vasércet, mert a határon már nem tud átjönni, és ott egy idegenfajta kormányzás alatt van, ugye körbe Magyarországon. Tehát erről tudni kell már csak azért is, mert nem csak magyarországi jogtörténészek és jogászok által, de európai, egyre nevesebb jogászok által ez az egész békeszerződés, ez a diktátum, a létrejöttének a körülményei, ezek nem felelnek meg egy tisztességes szerződés viszonyainak. Tehát ez egy nem érvényes szerződés, ezt most már nagyon sokan mondják, és egyre többen mondják ki, és amikor Európa egy kicsit részhez fog térni ebből a tébolyból, amiben most van, nyilván most nagyon okosnak kell lenni, nyilván most kőkeményen kell politizálni, azokat az eredményeket megtartani, új eredményeket hozni, amik ugye eddig megvalósultak, de nagyon bízom benne, hogy lehet, hogy már a következő generáció egy másfél Európában lesz, és ott lehet újra tárgyalni ezt a békét. Becser zászlónak, a hazának védelmében hányan elhullának? Vérükben a rúdját hányszor megfereszték régi ősapáink, de el nem ereszték. Így a zászló ránk örökbe maradt. Ránk hagyják azt, erős átok alatt. Személyes élményként adom át azt, amit ugye például Babics leírt, és pont ez az, hogy személyes élményként kerül a hallgatósághoz, ezért valamiféle érzelmi viszonyba kerül vele, és hát ezt kell, hogy megfogja az embert. Tehát ezt kell, hogy felfogja, hogy itt nem pártokkal történt gond, hanem magyar emberekkel. A magyar emberek azok viszont ebben a megvilágításban azok nem pártagok, semmilyen pártnak nem a tagjai, semmilyen csoportosulásnak nem tagjai, ők a nemzet tagjai, akikkel ez történt, és a nemzet tagjai segítsék egymást. Tehát itt nincsen semmiféle más szempont, csak a közös nemzettudat, a közös kultúra, ami összetart bennünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad.